Na, elindult a felvétel. Jó van, gyerekek. Rockstar Energy Drink. Gyerekek. Jól lehűlt a levegő. Na, elmentem a bűrkabátomért, gyerekek. A giliszta bűrkabátomé. Egészség. Na, élő adás. Már van két néző, de hogy kik? Kóródi Antal, üdvözöllek. Na, szóval most az van, hogy két nap ilyen, hát ilyen elméletileg libaszállításon vöttem részt, de amúgy kacsát kellett pakolni kamionra. Aztán most ez a meló volt. Már most az az igazság, hogy nem nagyon van itt se munka. Úgyhogy az van, hogy hát az egyik barátommal valószínű, hogy Pest mellé megyünk majd dolgozni. Mert télen itt megáll az élet. Ilyen minden nap találkozunk, aztán beszélgetjük azt, hogy sziasztok amúgy mindenkinek, peace, béke. Beszélgetjük azt, hogy el kell innen menni télire. Ugye van egy lány az életembe, mert az az igazság, hogy van is, meg nincs is, mert mostanában már nem találkoztunk. Aztán, hát nem tudom, gyerekek, az van, hogy nem tudom, hogy mennyire komoly ez a kapcsolat, ugye. Így, hogy a szülei is beleszólnak a dologba. Így nem tudom, hogy érdemes-e ezt a dolgot erőltetni. Na. De mostanában úgy vagyok vele sajnos, hogy nem látom ennek a kapcsolatnak a jövőjét igazából. Egy az, hogy fiatalabb is nálam, másik az, hogy ugye így a szülei is beleszólnak a dolgokba, nem engedik el sehova, szóval azt látom, hogy ennek semmi értelme így sajnos. Így úgy döntöttem, hogy haverommal, barátommal belevágunk és elmegyünk Pest mellé dolgozni. Egyelőre ez van, gyerekek. Itt nem látok túl sok lehetőséget itt Békéssámson környezetibe. Csak ilyen alkalmi munkák vannak igazából, meg egy-két gyár. A Dunántúlon meg azért jobban lehet keresni, úgyhogy nagyon valószínű, hogy rövid időn belül elhagyom megint Békéssámsont. Aztán hosszabb távon nem tudom még, hogy mi legyen. Gyerekek. Amúgy bánom ezt a kapcsolatot, mert egyébként meg kijönnék a lánnyal, de úgy látom, hogy viszont neki nem olyan komolyak a szándékai. Meg hát mindenki beleszól már ebbe a dologba, aztán így egy kicsit meguntam ezt az egészet. Igazából ő is talált munkát, most már lefoglalja magát. Én meg így úgymond lelépek valószínű innen. Így alakultak a dolgok. Egyébként az eredeti terv is ez volt, hogy itt télire elmegyünk, aztán, ja, ez is lesz. Mondjuk most vettem egy-két dolgot a biciklihez, vettem hozzá a lezárót, akkor ilyen világítót, hogy ne büntessenek meg a rendőrök, de hát nem is nagyon fogom használni ezt a biciklit, hogyha elmegyek innen, de ha itthon vagyok, akkor meg jó lesz itt a faluba elrohangászni. Mamámnál elfér. Ugye most megvan egy hónapra. Hát Pest mellé amúgy Ferenc Gaudi. Vagy Gaudi Ferenc. Csak itt mindig fordítva írja ki. Szerintem. Pest mellé valami városba igazából. Arra van most jobban meló. Összeszedem a cókmókomat, aztán valószínű, hogy jövő héten neki is indulunk. Még jó lenne addig keresni egy kis pénzt igazából, mert sajnos elég sokat kell így a rendőrségnek fizetnem, nem akarok börtönbe kerülni, és pedig nem akarok gyerekek, úgyhogy inkább kifizetem a hülyeségeim árát. Ez ilyen szivarka, ilyen sláger, kék sláger, de már volt is ez videóban, hogy mit szívok, de most már ebbe tartom gyerekek, vettem egy ilyen cigitartót. Ádám Bagi is velünk van. Pisz, béke neked is. Úgyhogy ez van, gyerekek. Vége itt a munkának.
aztán le kell lépni. De ezt a kapcsolatot meg sajnálom igazából, hogy így alakult. Komolyan mondom, nem ezt akartam, de ez nem rajtam múlik. Hát ki van adva a parancs? Ez a parancs, hogy érik a narancs. Na, ennyit szerettem volna egyébként elmondani, nincs olyan sok mondani valóm. Máma pihengetök, hónap lesz egy kis munkám. Albert Zoltán Fábián. Szia, pisz, béke. Ja, a téma az, hogy hogyan tovább igazából. Megyünk haverommal Pest mellé dolgozni. Úgyhogy így röviden ennyi. Ja igen, meg amúgy láthattátok, hogy kicseréltem a profilképet, ahol a barátnőmmel voltam, de az anyja azt is leszedette. Szóval, hogy szedjem le a közös képünket, és én úgy vagyok vele, gyerekek, hogy én így nem akarok senkivel harcolni, már egy ideje nem is találkozunk. Lehet, hogy ez ennek így kell, hogy legyen. A régi cigitartómat lenyúlták, de nem is bánom, mert azt még Évitől kaptam annak idején, de úgy éreztem, már mindig ő jutott róla eszembe, aztán így jobb is, hogy ellopták. Ez hülyén hangzik, de valahogy úgy éreztem, mintha ilyen átok lett volna rajta. Ja, aztán nem iszok, csinálom az életemet, gyerekek. El vagyok egyébként. Most éjszakára voltunk dolgozni 2 nap, tegnap olyan 3 óra, 2:30 felé értünk haza. Akkor majd neked testi. Hát lehet amúgy, nem tudom. Mondom, hogy kijöttem volna a leányzóval, de így, hogy mindenki ellenünk van, így nem tudom én ezt így. Nekem ez túl bonyolult, gyerekek. Úgyhogy csinálom az eredeti tervet, indulunk Ferenc testvérrel, neki indulunk valószínű jövő héten. Aztán ennyi, gyerekek. Na, köszönöm, hogy velem voltatok. Nem, nincs egy selfie botom se, látjátok. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok. Peace, béke. Umbauta!